A sportágválasztón több mint 1000 fiatal volt jelen, akik különböző sportállomásokon gyűjthettek pecséteket és vehettek részt versenyeken, mint például sorversenyek, szellemi vetélkedők vagy kreatív pályázatok. Számolt be Szabó Csaba, a Dombóvári Sportszövetség elnöke. Igyekszünk bemutatni, hogy Dombóvár városában mik azok a sportok, amelyek elérhetők, amelyeket a gyerekek választhatnak, kicsiktől a nagyokig, akár az idősebbekig is beleértve. 3 óvoda, 4 általános és 3 középiskolának a diákjait várjuk. Reggel 8 órától kezdődött a sportágválasztó, és 13 órakor fog befejeződni. 16 sportág választotta azt, hogy kijön és megmutatja magát. Próbáljuk a gyerekeket motiválni, hogy minden több sportágot próbáljanak ki. Van mindenkinek egy ilyen kis füzetecskéje, amit érkezéskor az információs sátornál megkap, és minden egyes sportágnál, hogyha mozgott 10 percet, akkor ezt leigazolják neki. A végén, amikor távozik, akkor ezt leadja az információs pultnál. 3 kategóriába soroljuk a résztvevőket annak megfelelően, hogy kevesebbet vagy többet próbált ki, és ez alapján 3 különböző értékben 10-10 nyereményt fogunk a végén sorsolni. A Sportszövetség az 2021-ben alakult itt Dombováron. Abban az évben már ugyanígy szeptemberben megtartottuk az első sportágválasztónkat, és hát igyekeztünk ebből hagyományt teremteni, azonta ezt folyamatosan megrendezzük, idei évben ez így a 4. alkalom. A visszajelzés az pozitív lényegében, mindenki egyfajta örömünnepet él, ugye mozgás az örömet jelent, de nincsenek illúzióink, hogy valakik, illetve a tömegek itt találják meg a sportjukat, mert ez nem lenne egy igaz. Ez csak egy lehetőség, főleg azok számára, akik iskolát váltanak, jönnek akár a falvakból be általános iskolába, vagy a falvakból jönnek be, vagy a környékbeli településekről középiskolába. Eddig valamit csináltak, és akkor itt kipróbálhatják egy helyen akár a labdajátékokat, akár az atlétikát, úszást, küzdősportokat, bármit. Gábor Balázs, a Dombóvári Z2 Egyesület vezetőedzője, kiemelkedő eredményeket ért el tanítványaival a funkcionális fitness terén. Több sportágban merítünk, igazából itt tornából, ugye az állóképesség részből a futás, úszás, evezés, kerékpár, ugrókötél. Vannak a saját testsúlyos gyakorlatok, ugye ezek a tornából, akkor van nálunk az olimpiai súlyemelés, amit tanítunk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, és igazából ezeknek a keveréke, tehát ez egy ilyen mix. És a maga funkcionális fitness az 6 képességet tesztel, ugye teszteli az állóképességet, teszteli a saját testsúlyt, teszteli az erőt, akkor teszteli az ügyességet, és ezeknek úgymond a keverékét, tehát egy ilyen mixbe szokta összefogni a sportág egy teszten belül. Versenyzői közül elég sok szép eredmény született már. 2 évvel ezelőtt voltunk VB-n, tavaly is voltunk VB-n, és most idén ősszel a fiatalok készülnek az országos bajnokságra, ami igazából kvalifikáció a VB-re, és júniusban most volt nálunk a junior országos bajnokság, 12-en kvalifikáltak a világbajnokságra, ami itt lesz Magyarországon, Budapesten. Van egy ilyen állóképességi rész, itt igazából a gyerekeknek ugye 10 kalóriát kell gyűjteni egy pecsétért. Ugye a másik feladat, amit látok, ez igazából ez egy ilyen vegyes feladat, ugye ebben van egy ilyen kis ügyességi rész, ugye a boxon átlépni, 4 ütemű fekvőtámaszt csinálnak, akkor kell 5 ismétlés guggolni, ugye ez a saját testsúlyos gyakorlat, és akkor megmondom, egy állóképességi rész, egy ilyen kis ingafutás a vége a feladatnak igazából. És akkor itt van egy ilyen húzózkodó rúdnak hívhatjuk, egy keret igazából egy rúd, itt húzózkodást lehet csinálni. Ez nem annyira népszerű, de azért vannak itt is próbálkozások, elég szépen meg tudták azért csinálni a fiatalok. 10 éve működtetjük most már a termünket, úgyhogy elég ismertek vagyunk így a városban, és elég sok korosztályt lefedünk egészen a piciktől a 80 éves korosztály, tehát mindenki megtalálja náluk a számítását. És vannak sportolók, akik versenyeznek, vannak, akik hobbi szinten csak rekreáló lesz szempontjából járnak hozzánk, úgyhogy mindenki megtalálja szerintem a számításait nálunk. Igazából itt a kis csapatomból ugye vannak itt a segítőim, akik ugye, ők a juniorok, ők nyertek páran kvótát a VB-re. Szerintem ugye egy egész jó kis összetartás is ez a sportág választó gyerekeknek. És akik kipróbálják, azok közül meg
remélem, hogy minél több embert motiválunk arra, hogy mozogjanak, mert ugye a sportnak az lenne a lényege, hogy most nem csak versenyezzünk, de egy egész hosszú életen keresztül, tehát évtizedeken keresztül tudjunk egészségben jól mozogni. Arra születtünk, hogy mozogjunk. Igazából már egészen gyerekként, hogyha megnézzük a gyerekeket, egyre többet, a gyerekként nagyon sokat mozognak, ahogy ugye bekerülnek az iskolapadba, ugye egyre kevesebbet, és azért tehát egyre jobban látszik, hogy mivel mozgásszegény életet élünk, az egyre hatványozottabb a korosztályoknál, és azért gondolom fontosnak, mert tehát akár az izomtömegünket is, meg az állóképességünket is, meg igazából minden olyan életfunkciónkat, tehát a sporttal tudjuk megtartani hosszú távon, és ebbe tudunk egészségesen élni. Úgyhogy ez lenne a lényeg, hogy hosszú távon tudjunk mozogni. A sportágválasztó remek lehetőséget biztosított a diákoknak arra, hogy mindenki megtalálja a kedvükre való mozgásformát.